Marencsik Ottó emlékplakettet vehetett át szakmai életművének elismeréseként Sós Sándor. Hangsúlyozta, ez nem csak az ő érdeme, hanem azért a sok száz emberé is, akikkel együtt dolgozott. Stúdiónkban kérdeztük őt pályájáról, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségéről, valamint a város turizmusáról. Stúdiónkban köszöntöm Sós Sándort, aki a közelmúltban átvette a Marencsik Ottó szakmai életműdíjat. Kezdjük is ezzel a beszélgetést. Hogyan áll össze ez az életmű? Hát ennek a kezdete gyakorlatilag a gyermekkorra nyúlik vissza, hiszen a szülői ház az a mai Akvaszol helyén állt, és tulajdonképpen, ahogy megnéztem, a gyermekszobaszt az igazgatói titkárság helyén volt, tehát közvetlenül a gyógyfürdő mellett. Ebből ugye adódott az, hogy szüleim fizető vendéglátással is foglalkoztak, amit én nem nagyon tudtam tolerálni testvéremmel együtt sem, mert hát eznek azért a kellemetlen oldalát éreztük mi apró gyerekként. De aztán később, amikor már az ember kezdett tudatosabban gondolkodni, akkor rá kellett jönni, hogy bizony ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy összességében egy gondtalan és kellemes gyerekkorunk volt. Majd 16-17 évesen jött egy olyan álom, amit mai napig sem tudok megmagyarázni, ma már nincs is értelme. Amikor is azt álmodtam, hogy nekem egyszer lesz egy panzióm a fürdő területén. Hát ez ilyen formában természetesen nem valósult meg. Nem tudom, hogy mi volt az álomnak az oka, hiszen a családban ezen a tevékenységen kívül senki nem foglalkozott vendéglátással, kereskedő volt az egész család. De ez az álom, ez így volt, és alig múltam 21 éves, amikor a Déli Báb Hotel éttermi igazgató helyettese lettem. Ekkor már jártam a főiskolára, és hát 17 nagyon szép év telt el. Majd a 80-as évek vége, 90-es évek elején az akkori trendnek megfelelően én is létrehoztam egy KFT-t, és utazási irodai tevékenységet csináltunk, presszót működtettünk, majd az akkor lerobbant és üresen álló akkori Szilfa éttermet alakítottuk egy éttermi sörözővé, és hát közben 92-ben kaptam egy megbízást, hogy akkori szottüdülőből, a barátság szottüdülőből szállodát kellene csinálni. Ez egy nagyon kellemes kihívásnak tűnt, és az elkövetkezendő 26 év az ott telt el. Közben lehetőség volt egy tartós bérletre, ebből egy vételre, és így alakult ki az, amit csináltam. Közben a szakma egésze úgy mindig is izgatott, ezért 92 őszén telén létrehoztuk a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületét, melynek alapító elnöke voltam 10 éven keresztül, és odafigyeltem mindig arra, hogy ne csak a saját üzleti dolgok menjenek, hanem a város és a szakma érdekében is próbálja meg tevékenykedni, több-kevesebb sikerrel. 2018-ban volt 50 éves a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Mit lehet erről a szövetségről tudni? Ez a szövetség Magyarország egyik legrégibb és legnagyobb civil szervezete, szakmai civil szervezete, ami azt jelenti, hogy mára gyakorlatilag minden jelentős szálláshely
A vétel meg zöme és külső pártoló tagok is csatlakoztak ehhez a szövetséghez. A szövetség jelentős tevékenységet fejt ki egyfelől a tagjai felé, az információk, a fejlődés, az üzleti trendek bemutatása, megismertetése kapcsán, jogi és könyviteli, gazdasági kérdéseket is rendszeresen felvet és segít azoknak az általános megoldásában. Tartja a kapcsolatot a HOTREC-kel, ami az Európai Gasztronómiai, Szállodai Gasztronómiai Szövetség, annak alelnökét is a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége adja, és hát jelentős munkát végeznek. Azon kívül a kormányzat felé is rendre folyamatosan élnek javaslatokkal, észrevételekkel, amiben hát úgy tűnik, hogy egyre több meghallgatás történik. Ugye egy szavazás után vehette át, vagy egy szavazás eredményeként vehette át ezt az emlékplakettet. Hogyan működik ilyenkor ez a szavazás? Ez úgy történik, hogy a Szálloda Szövetségnek mindig is volt egy választmánya. Ez a választmány, ez a regionális szövetségeknek a megválasztott képviselői útján áll össze, és van az elnök. Itt bárki tehet javaslatot a kitüntetésre, hiszen nem csak ez az egy kitüntetése van a szövetségnek, hanem több más alkalomból is adnak. A Marencsik emlékéremnél 2 évente maximum 2 személy kaphatja, és amennyire én tudom, az én esetemben az elnök tett javaslatot a ajándék, illetve az adományozásra, és ezt a választmány egyhangú szavazattal fogadta el. Marencsik Ottóról nevezték el ezt az életműdíjat. Ki volt ő? Hát ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt kell mondjam, hogy az egyik legnagyobb szállodás a 20. század szakmai történelmében, aki itthon majd külföldön, Párizstól Amerikáig, Kanadáig sokfelé dolgozott, és jelentős szállodaipari koncernnek, láncok kiemelkedő szállodáit volt alkalma vezetni. Sikeres ember volt, sikeresen képviselte a szakmát, és a magyarságát soha nem adta fel, ezért haza is jött Magyarországra, és itthon is bekapcsolódott a szakmai életbe. Kapcsolatai a külső munkahelyei révén tulajdonképpen egyfajta nagykövete lett a magyar szálloda szakmának, és ennek köszönhetően a magyar szállodás szakma soha nem kapcsolódott ki, mindig része volt az európai szakmai életnek, és ennek következtében számos olyan tapasztalattal, olyan információval lett gazdagabb a szakma, ami egyébként nem valósult volna meg. Ő pedig haláláig a szakmaiságot képviselte. Hogyan látja jelenleg a város turizmusát, illetve annak a jövőjét? Hát ez egy érdekes kérdés, mert 2018 az én ismereteim szerint egy jó év volt Hajdúszoboszló turisztikai életében, ami azt jelenti, hogy sok vendég volt,
pörögtek a szálláshelyek, és nyilván ennek az eredménye is megvolt. Én azonban egy kicsit ezt másképpen nézem. Az, amire hivatkozni szokás, hogy hány vendég éjszaka volt, meg hány vendég éjszakát töltöttek, ez egy nagyon szép és fontos szám, azonban messze nem ez a legfontosabb. A legfontosabb, ezt mindenki tudja a családi körből, az, ha megkérdezzük, hogy is mennyi maradt a végén. Tehát a haszon, az eredményesség. Hiszen ez az alapja annak, hogy tovább lehessen lépni, hogy fejlődni lehessen, előre jussunk. Ebből a szempontból én azt mondom, hogy Hajdúszoboszlónak bőven van még mit behoznia. Ha azt is megvizsgáljuk, hogy vajon miért van ez, akkor azt kell mondanom, hogy azért, mert Hajdúszoboszlónak az én ismereteim szerint az elmúlt 50 évben nem volt egy koncepciója, sem a városnak úgy egészében, a szakmának meg pláne nem. Amennyiben ez rövid időn belül nem valósul meg, ami nagyon egyszerű, hiszen ezt minden család elvégzi, felmérni az, hogy hol tartunk, felmérni az, hogy 20 év múlva hova szeretnénk elérni, ehhez milyen állomásokat kell bejárjunk, ehhez milyen emberi erőforrásokra és milyen anyagi eszközökre van szükség, és ezt egy nagy konszenzussal elfogadni, ha ez nem történik meg, akkor bizony Hajdúszoboszlón a turizmus egy korábbi szociálturisztikai szinten fog maradni és pangani, ami bizony visszafejlődést jelent. Köszönjük, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm.